A kistestű kutyák betegségle való hajlamuk általánosságban kisebb, mint a nagy Ez egy jó hír. Ez nyilván, ezt egy kicsit finomítjuk majd ezt a, ezt a megállapítást, de alapvetőleg erről valóban erről van szó. A időlt bőrpanaszok és egyáltalán bőrpanaszok, azok gyakran jelentkeznek kis testű talán egy kicsit gyakrabban, mint a nagy és vannak egyes hormonális megbetegedések, amelyek szintén bőrpanaszokat is okoznak, és egyéb tüneteket is természetesen, ilyen mondjuk a cukorbetegség vagy a kusinkór. A külső hallójáratok jellemzően a kistestű kutyáknak szokott különböző elváltozásokat mutatni. Ez általában a halójárat beszűkülésével, illetve annak a szőrösödésével jellemezhető, vagy vagy okolható, tehát érdemes ezt karban tartani, a szőrt időnként eltávolítani, és ö, időnként megtisztítani a külső halójáratokat. Minden ellenkező hírezteléssel ellenében a kis testukutyáknak is vannak ortopédiai elváltozásai, és nem teljesen problémamentesek ebből a szempontból sem, hiszen fiatal, fiatal korban egy éves korig nagyjából 8 hónapos uh, súlyponttal jelentkezhet náluk egy csípőbetegség, amit legkávé kornak hívunk. Ez egy 4 per 4 es sántasággal, tehát egy teljes sántasággal nem terheléssel, a végtag nem terhelésével járó fájdalmas csípő megbetegedés, amit operálni kell. Gyakori naok, és, és ennél, a fajták, ezeknél a fajtáknál tartok ebben a kategóriában a legjellemzőbb a Tértkalács kalácsficamnak a megjelenése, ami szintén örökletes, mint az elő, előző betegség is az volt. Örökletes hajlamú megbetegedés, amely jellemzően kis kutyáknál általában mediális irányú, az azt jelenti, hogy a test közepe felé ficamodik a tértkalács a, a, a szánízületből. Vannak fajták ebben a csoportban, mint a Yorkshire Terrier, a Pekingi Palota, Máltai Sejem Kutya, és még néhány más, amelyeknél a vállizületét és tacskó, ezt ne felejtsük el, néhány ilyen fajta van még, amelyekben a vállizületi diszplázia, a vállizület kóros kifejlődése és ennek kapcsán idősebb korban az instabilitás, a válizületi instabilitás és hát néha a ficamnak a megjelenése is, az időleges ficamnak a megjelenése is jellemző lehet. A traumatológiai elváltozásai az ilyen kistestőeknek néha drámai. Abba gondoljunk bele, hogy egy adott erő, amely egy nagy testű kutyán egy jelentős horzsolást, a bőr alatti kötőszövet bevérzését, zúzódását képes előidézni. Ugyanaz az erő, ha a kistesti kutyát ér, különösen, hogyha a lábszerkezetét vagy a lábát éri ez, a, ez az erő, általában törés a következmény, hiszen filigránabbak, vékonyabbak, a, vékonyabbak a, a csontok, kisebb az a szöveti burkolat tulajdonképpen, amely védené a, a láb csontjait. Ennek következtében az alkartörések, illetve a szártörések, a lábszártörések, illetve a törések a különböző balesetek következtében sokkal gyakoribbak, mint nagytestű kutyán ez nyilvánvaló, hogy nem szabad, hogy elriasszon senkit a kis testű kutyák tartásához, hiszen avval kezdtem, és azzal is szeretném ezt a kis blokkot bezárni, hogy általánosságban az mondható el, hogy a kis testű kutyák sokkal kevésbé hajlamosak a különböző megbetegedésekre, nem annyira érzékenyek az etetési problémákra, és általában problémamentesebb a tartásuk, mint a nagy testű kutyáké.